Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nos hát, elérkeztünk egy újabb naphoz, egy szombati naphoz, ami azt jelenti, hogy új ládák és lovak érhetőek el itt a Starshine Farm körül a Western lovastáborban, úgyhogy szerintem menjünk és keressük is meg őket, és remélem, hogy nem lesz több ilyen lag, mert ez megijesztett. Nos, induljunk is az első ládánkért. Így útközben mondom, hogy természetesen most is a Starshine Farmról fogunk indulni, és ne felejtsetek el magatokkal szörnyriasztót, terelőcsemegét, valamint renegett kulcsokat hozni. Mehetünk is a második kis ládánkért, méghozzá a farkasadóhoz. És akkor mehetünk is a következő ládáért. Mehetünk is a következő, azaz a negyedik és egyben utolsó előtti ládánkhoz. Mm-hmm.
És akkor végezetül mehetünk az És akkor mehetünk az ötödik ládánkért, ami a mai napi utolsó láda lesz. Ezzel meg is van a mai 5 láda, úgyhogy mehetünk is a maradék 4 lóra. Nos, akkor menjünk is az első lóért. Ne felejtjétek el, ilyenkor nem érdemes hazaszállítózni. Szóval most futunk vissza a Starshine-farmra, aztán majd ott találkozunk. Nos, akkor menjünk is a második lóért. Hello, teknős! Szervusz! Na, hát akkor mehetünk is a harmadik lóért. Szóval, már így technőst elláttam mindenféle jófajta állattal, akkor mehetünk is az utolsó lóért.
Ha. Nos, ő itt az utolsó vadállatunk. És most már csak annyi dolgunk van, hogy hazavigyük őket. Természetesen a renegált ládákból a mai nap is aranyat, nyári zsetont, szörnyriasztót, kulcsot, valamint terelőcsemegét kaptunk, a lovakból pedig egyenként 300 ló XP-t és 90 JS-t, valamint 5 darab nyári tokent. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem egy kicsit hasznos volt. Bízom benne, hogy legközelebb találkozunk, úgyhogy eddig is, sziasztok!